Az FC 60 női felnőtt csapatának sportolói itt épp keményen edzenek, de van is rá okuk, hiszen folyamatosan zajlanak a Magyar Kupa mérkőzések. A felkészülést több mint egy hónapja kezdték el a lányok, az első kupa mérkőzést meg is nyerték Cigánt csapata ellen. Most hétvégén Nagymágocs ellen játszottak a 60-iak hazai pályán, ahol szintén győzelmet arattak 7 gólos különbséggel. Ezzel pedig a csapat bejutott a Magyar Kupa harmadik fordulójába is. Róza László, az FC 60 női szakágának vezetője elmondta, nagyon büszke a sportolókra, mert fegyelmezetten és kitartóan viselkednek a pályán, a mérkőzéseket pedig komolyan veszik. A csapat jelen felállásban még újnak számít, de a lányok így is nagyon eredményesen működnek együtt egymással. Nagyon hosszú terhelésünk lesz, tehát nagyon hosszú mérkőzések lesznek, mert novemberig játszunk, és szerintem a csapat egyre jobban összeszokik, tehát attól függetlenül mondom, nagyon sok érkezőnk volt, de én azt mondom, hogy egy csapatként majd egy jó időn után funkcionálni. Célokat én nem beszélnék célokra, én azt mondom, hogy a lányok most érezzék jól magukat, tapasztalják meg, hogy milyen az, hogy felnőtt csapatban, felnőtt légkörben játszani, és akkor utána majd kitűzünk nekik olyan célokat, amit el is tudnak érni. Franka Nikoletta 2 éve játszik a női felnőtt csapatban, gyerekkora óta futballozik. A sportban azt szereti, hogy sikereket tud elérni benne, de a közösségi élmények is sokat jelentenek számára. Én nagyon bízom benne, hogy a legjobbakat fogjuk elérni, abban is bízom, hogy a tabellán a legjobb első ötben szerintem benne leszünk. Nagyon jó csapat. Igaz, nagyon sokat kell együtt edzenünk, beszélgetnünk, egymást megismernünk, de én úgy érzem, hogy ez egy nagyszerű csapat lesz. A 60-i csapat legközelebb augusztus 28-án hazai pályán fogadja a Vasas Akadémiát. A mérkőzés 18 órakor kezdődik.